1990. májusában már mutatkoztak a romániai rendszerváltozás felemás vonásai, a politikai visszarendeződés jelei, tehát nem sok illúziót táplálhattunk a magyarság jövőjét illetően, ezért aztán előre menekültünk, és azt mondtuk, hogy fontos az intézményeinknek a létrehozása, hiszen Trianonban azelőtt 70 évvel a magyar intézményeket zúzták szét, ezek között is a magyar nyelvű felsőoktatást. Így született az a határozat, hogy létrehozzuk a Súlyok István Református Főiskolát, számíthattunk az anyaország támogatására. Ezáltal megelőlegeztük a remélt jövőt, hiszen az igaz ember hitből él, idézhetjük Pál apostolt. A romániai törvények nagyon felemásak, gyengék, az intézményi kereteink pedig rendkívül hiányosak, hézagosak, a felsőoktatást beleértve. Ezért léptünk mi az egyházi vezetők 1999-ben, és Romániában elsőként létrehoztuk a Várciumi Keresztény Egyetemet, és ebből lett az első akkreditált magyar nyelvű felsőoktatási intézmény. Rá egy évre jött létre a Sapientia, Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem, és a magyar kormány, az első Orbán kormány nagyvonalú támogatásának köszönhetően azóta is fennáll ez a két egyetem, tehát nem rózsás a helyzet, de Trianon 100. évfordulóján újból tudatosítanunk kell, hogy a magyar oktatási rendszer és ezen belül a felsőoktatás újjászervezése nélkül nagyon beszűkül a jövője itt élő nemzeti közösségünknek. A Várciumi Keresztény Egyetem szerepe, küldetése tehát az volt, hogy a hazai magyar értelmiséget kezdje meg kiművelni. Először mondhatjuk 30 év után, hogy a Várciumi Keresztény Egyetem minden alap- és mesterképzése akkreditált kivétel nélkül. Ez egy nagyon-nagyon fontos történelmi tény, hogy a múltnak, a jelennek, a jövőnek az ura az Isten. És ez az Isten, hogyha az ember hozzáfordul, akkor a tenyerén hordozza továbbra is őt, és nem esünk le róla. Nekem ő a reménységem, én ő benne bízom, és éppen ezért népünket, nemzetünket, közösségeinket, anyaszentegyházunkat, bármilyen szempontból is széttöredezett, én az ő kezére bíznám, hogy ő legyen az, aki vezetést terel bennünket. Természetesen ez nekünk kell mindig felemelni a fejünket, és nekünk kell megtenni a magunk idejében és a magunk helyén azt, ami éppen kor feladatunk, vagy éppen sors kihívás, ami előttünk áll. Nem várhatjuk, hogy mások tegyék meg, mások végezzék el helyettünk a mi feladatunkat. És ugye Várciumnak amúgy is egy nagyon fontos szerepe van az anyaország, illetve a hagyományos Erdély között, mert ugye egy transzmissziós szív szerepet tölthet be, ezt pedig a Várciumi Keresztény Egyetem igyekszik felvállalni. A mindennapok azok lehúzhatnak bennünket, de nem szabad elfelejtenünk azt a szemléletet, vagy azt a világlátást, amelyiket Gyökösi Endre egy nagyon kedves háromsoros versecskéjében megfogalmazott. Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, amire vagy akire nézek, az vagyok. Hát nézzünk Istenre, mert ha ránézünk, ő megtart bennünket. Így legyen. Amikor indult a Szent László napok, akkor mi azt nagy örömmel vettük. Egyből bekapcsolódtunk, és jól emlékszem, meg is kerestünk titeket azzal az ajánlattal, hogy akkor legyen egy ilyen rendszeres program, ami évről évre megjelenik a Szent László napokon, és az egyik nap láttam egy természeti filmet a tűzhangyákkal, amikor árvíz van összefonódva, lebegnek a vizen, és akkor úgy élik túl, és viszik az anyahangyát ott valahol középen. És úgy gondolom, hogy ez a sikernek a titka, hogy össze kell fonódnunk, össze kell kapcsolódnunk, és akkor nincs lehetetlen. Tehát ugye a tűzhangyák is túlélik a nagy árvizeket, pedig milyen picik, és az összefonódással gyakorlatilag sikerre tudnak vinni egy ilyen nagy projektet, hogy megy tovább az élet, és úgy gondolom, hogy nekünk is ez a
kulcs, ez a megoldás, hogy össze kell fonódnunk minél jobban, minél több hálózatot kell létrehoznunk, minél több pályát kell építenünk, ahol együttműködni tudunk. És én nagyon fontosnak tartom, amit már a múlt Szent Lazarban is hangsúlyoztam, a kulturális identitás építését és a saját értékeinknek, a hagyományos, meg a kortárs értékeinknek a bemutatását és a felvállalását, hogy igenis rendelkezünk rengeteg sok izgalmas, értékes dologgal, és ezt be kell mutatnunk és fel kell vállalnunk. Ugye tavaly meg elindítottunk egy újabb közös programot, ez az ösztöndíj program, ahol gyakorlatilag a párciumos hallgatóknak gyűjtött a Szent László napok ösztöndíjat. Külön utólag is meg szeretném köszönni a Szent László napoknak, hogy beálltak ebbe a szolidaritási folyamatba, ugyancsak a tűzhangyák például lehetne előjönni, hogy ez mennyire fontos, hogy egymást segítsük és egymást támogassuk oda-vissza. Mindenféleképpen ugye ez a pandémia helyzet is arra enged következtetni, hogy nagyon rugalmasnak és hajlékonynak kell lenni, és mindig éberen kell figyelni a változásokra, és kell tudni reagálni folyamatosan az újabb helyzetekre. Én úgy gondolom, hogy az egész oktatási rendszernek egy sejtszerűvé kéne válni. A sejt is folyamatosan reagál a külső tényezőkre, és változik ennek függvényében. Úgyhogy része tud maradni egy egésznek. És ezt a fajta logikát, ezt a fajta alapállást kéne szerintem, úgymond, hát ez már honosítva van, tehát ez működik a tanszéken, de hogy még erősebben képviselni. És hogyha mondjuk így egy-két szóban kéne elmondjam, akkor az innováció és a természetközpontúság, meg a közösség alapú szerveződés. Tehát ez a hármas pillér, amire építenénk a jövőben az oktatást.